Bár még csak 32 éves a nyíregyházi fiatalember, már jelentős szakmai múltat tudhat maga mögött. Idehaza dolgozott a MAFSZ-nál, Győrben, Szolnokon, a Honvédnál és a 3x3-os női válogatott mellett. Az elmúlt két szezont a német első osztályú Bruce Bamberg szakmai stábjának tagjaként töltötte, augusztustól pedig Új-Zélandon dolgozik. A kosárlabda világa az egy kis társadalom, kis közösség, így ezen belül a kosárlabda társadalmon belül gyorsan terjednek az információk. Általában ezeket a munkákat különböző ügynökségek vagy ügynökök szokták az edzők számára hozni, vagy az edzőket értesíteni. Velem kapcsolatban ez most nem így történt. Az egyik NBA csapatnál dolgozó nemzetközi játékos megfigyelő volt, aki értesített erről a lehetőségről, és ő volt az, aki erre a pozícióra engem ajánlott. Onnantól kezdve pedig igazából egy elbeszélgetés keretében sikerült mi nagyon gyorsan egy lapra kerülni a vezetőedzővel, aztán augusztus 6-án, 7-én már itt találtam magamat Oaklandben. Az NBL-ben 9 ausztrál csapat mellett tizedikként a New Zealand Breakers szerepel. Jakab Máté másodedzőként igyekszik a lehető legjobb szerepléshez segíteni a korábbi 4-szeres bajnokot. A tavalyi szezonban 3-2-es összesítésben alulmaradtak a Sydney Kings csapata ellen. Egy elképesztően kiélezett sorozat volt, ahol az utolsó 5. meccs döntött a döntő kimeneteléről. Egyértelmű célunk, hogy ezt a szereplést minimum megismételjük, de azt gondolom, hogy sikerült a csapatot a tavalyhoz képest még jobban megerősíteni. Abszolút minőségi játékosokat sikerült igazolnunk a nyáron. Így azt gondolom, hogy reális cél lehet az, hogy a döntőbe kerüljünk. Sikerült nagyjából feltérképeznem már a mezőnyt, hiszen volt egy remek felkészülési tornánk, ahol mind a 10 csapat jelen volt. Így láttam gyakorlatilag a bajnokságnak a krémjét. Nagyon-nagyon kiegyenlített szezon lesz, úgyhogy bármennyire is nagyok a céljaink, nagyon-nagyon nehéz lesz elérni. A New Zealand Breakers győzelemmel kezdte a szezont. A második fordulót követően az Egyesült Államokba utazik a csapat, ahol az NBA rajtjára készülő Portland Trail Blazers és a Utah Jazz ellen lép majd pályára.